vagyjában hívunkban lakomáról fogunk hallani. Jézus pedig az örök életnek a lakomájáról, az örök életnek az asztaláról beszél nekünk. Ott, ahol Isten majd följebb tesz minket, vagy lesznek, akiket előtt tengeres. És ez történhet a mi életünkben is, hogykor mi szeretnénk följebb, hogykor szeretnénk másokat letaszítani, másokat eltaszítani ettől az asztaltól. De láthatjuk, hogy a bűneink is olykor, olyanak tűnik, mintha eltávolítanak minket ettől az asztaltól. Mielőtt Isten igényét meghallgatjuk, és Krisztus áldozatában részt veszünk, kérjük Istentől bűneink bocsánatát. Thank you.
Istenünk, Te vagy a legjobb Úr, és minden jó tanulkodásra. Ön szívünkbe irántad való szeretetet, és övezzetünk a halálos szeretetet. Kérünk, gyarapít, és atyai gondviselésedtel őrizd meg lelkünkben kegyelmi ajándékaidat. A mi Úrunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben. Isten, mindörökkön örökké. Olvassam Sirály fia könyvéből. Fiam, alázattal vidd végbe tetteidet, és jobban szeretlek majd, mintha adakoznál. Nagy vagy, annál inkább alázd meg magadat, akkor majd kegyelmet találsz Istennél. Mivel, hogy igen nagy az Isten hatalma, tiszteletben tartják az alázatosan. Nincs gyógyír a gőgös ember sebére, a gonoszság vett benne gyökere, és nem is veszi észre. A bölcs szív nyitva áll a bölcsek szavának, s a figyelmes fül bölcsességre válni. Ez az Isten igéje. Thank you.
felszólni. Add át a helyedet neki, és akkor szégyen szemre az utolsó helyet kell elfoglalni. Ha tehát hivatalos vagy valahova, menj el, és foglald el az utolsó helyet, hogy amikor a házigazda oda jön, így szóljon hozzá. Barátom, menj följel. Milyen kitüntetés lesz ez számodra a többi vendég előtt? Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig magát megalázza, azt felmagasztalják. Ekkor a házigazdához fordult. Amikor ebédet vagy vacsorát adsz, ne hívd meg barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédaidat, mert azok is visszahívnak és viszonozzák neked. Ha lakomát adsz, hívd meg a szegényeket, bénákat, sártákat, babokat. Boldog leszel, mert ők nem tudják neked viszonozni. De azonban az igazak feltámadásakor megkapod jutalmodat. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvéreim, ahogyan hallottuk Jézusnak a mai példabeszédet, akkor jelenik meg, akkor mondja el ezt a példabeszédet, amikor egy farizeus házába megy szombaton. És az, hogy megértsük, hogy miért mondja ezt a példabeszédet, kell látnunk a történet mögött megnyúló részleteket. Szombaton, amikor a zsinagógában Isten tiszteletet tartottak, hozzá szorosan hozzá kapcsolódott a déli időben az étkezés. Ugyanúgy, mint ahogyan nálunk készülünk a remete búcsúra, meghívunk a Szent Misére egy ünnepi szónokot, utána pedig vendégül látjuk. És ugyanez történik. Szombaton lemegy az Isten tisztelet, meghívnak egy híres törvénytudót, ő beszédet tart, utána pedig ebédre hívják. Teszik ezt azért, hogy örömet tudjanak szeretni maguknak és másoknak is. A vendégeknek, akiket meghívnak erre a lakomára. És Jézus is így kerül ennek a fariseus embernek a házába. És hogyan ő is megnézi, hogyan viselkednek az emberek. És megpróbálják elfoglalni az első helyeket. Nem a koruk szerint, hanem annak a rangnak megfelelően, amelyek maguknak tulajdonítanak. Sokat adtak a megbecsülésükre, szerettek volna a zsinagógában is az első helyre ülni. Igényt tartottak erre, sőt arra is, hogy megelőzzék a másikat. És ők azt is tudni vélték, hogy az Isten országában, az Isten asztalánál jól lesz az ügyeink. És ebben a helyzetben, ebben a szituációban mondja Jézus ezt a példabeszédet. És a végén megfogalmazza, Isten megalázza azt, aki felmagasztalja magát, és felmagasztalja azt, aki megalázza magát. Vagyis az alázatra szeretnénk felhívni az ő figyelmüket. És ezt az alázatot, mint ebéd, nekünk is ki kell tudnunk fejleszteni magunkban. De nagyon sokszor félünk az alázattól, nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy aki alázatos, ő gyenge, vagy butaságnak is tartjuk, ezért próbálunk óvakodni tőle. Sokan úgy gondolják, hogy aki alázatos, ő mindenképpen veszít. Eltaposság, nem tud érvényesülni, háttérbe szorul, szegény és szerencsétlen marad. Pedig az alázat nem a gyengeség, nem a butaság, nem a naivitás. Sőt, az igazi alázatnak semmi köze nincsen a megaláztatáshoz. A megaláztatás az mindig kívülről jön, egy másik személytől, egy másik személytől egy szenvedjük el a megaláztatást. Az alázatnak azonban belülről kell fakadnia. Ez kell legyen a szívnek az egyik és legszentebb, legfontosabb erénye.
és ami még ellenkezik az alázattal, mert félünk az alázattól, olykor a bűnöt is, a felfogalkodottságot alkalmazunk az életünkben. Nem véletlenül mondja a mai olvasmány, nincs gyógyír a bűnös embernek a sebére, a gonoszság meg benne gyökere, és észre sem veszi. A bűn megakadályozza, hogy az ember észrevegye, elismerje a benne levő hiányosságokat, a hibákat, és még a bűneinket is. És a bűnös ember mindig többet képzel magáról, mint aki valójában. Nem fogadja el másoktól a korrigálást, a bírálatot, nem kontrollálja a tetteit, a döntéseit. És tudjuk, hogy nem létezik olyan ember, aki ne követne el hibákat, ne lenne bűnei, aki mindenhez értene, akinek már nem kell tanulnia, fejlődnie, esetleg másokat követnie. A bűnös felfogalkodott ember ezt könnyen elmulasztja, nem veszi észre, nem akarja beismerni a tökéletlenségeit. Ezért hát egyre inkább hibára halmoz. Az alázattól pedig nem kell félni, mert az alázatban nem a gyengeségünk, nem az erőnek a hiánya nyilvánul meg, hanem az igazi a lelkünkből fakadó erő, a nagyságnak a megnyilvánulása. Erő kell ahhoz, hogy az ember be tudja ismerni a gyengeségeit, a hiányosságait, a hibáit. Erő kell ahhoz, hogy nem alkalmazunk erőszakot, pedig megtehetni. Inkább egy másik megoldást keres konfliktusnak a megoldására. Erő kell ahhoz, hogy inkább segítsünk, semmit, hogy elnyújtjuk a gyengéteket. Hogy inkább tanítsuk azt, aki tudatlanul, semmit meg akarjuk tenni, meg akarjunk oldani helyette minden. És nagyság kell ahhoz is, hogy olykor háttérbe húzódjunk, amikor a szeretet ezt megköveteli tőlünk. Hogy lemondjunk a saját akaratunkról, amikor minden áron érvényesíteni szeretnénk, azért, hogy egy nagyobb értéket ne veszélyeztessünk. Például a kapcsolatainkat ne tudja tönkretenni ez. És nekünk keresztény embereknek ezt az erényt egyre jobban alkalmaznunk kell az életünkben. Azért, mert maga az Isten is alázatos. Ez a leggyakrabban megnyilvánuló és fontos tulajdonsága. Ha megnézzük az Ószövetséget, nem mindig ezt érezték az emberek. Hajlamosak voltak az Isten jelenlétének, az Istennek a megnyilvánulásának tartani olyan dolgokat, ami megvédőztette őket. Amikor mennydörgésben, amikor villámban, lobogó tűzben, rendkívüli csodás erőben nyilvánult meg az Isten. És olyan élményen tartották ezt, ami tétre gyakja az ember. Azonban, amikor az Isten egészen közel akar jönni az emberhez, tökéletesen és visszaalkonhatatlanul megnyilatkozik számunkra, akkor ő nem ilyen módszereket választ. Fiában, Jézus Krisztusban emberként jelenik meg közöttünk. Emberként, aki szegény és alázatos volt. Aki mindenkit szeretett, mindenkinek megbocsájtott, nem lépett fel erőszakkal, inkább maga szenvedte el az erőszakot. Hogy a Szent Pál apostolnál olvassuk, megalázta önmagát, alázatos volt és alázatos lett, és így lett engedelmes a halálig, mégpedig a kereszt halálig. És éppen emiatt sokan nem ismerték fel benne a megváltót, a messiást. Nem tudták elképzelni, hogy ilyen gyengének, elesetnek, hatalom nélkülnek lássák az Isten küldöttjét. Pedig éppen a gyengesége, az elesettség, a szenvedés és a halállal győzte le a rosszat, és vitte végre mindjártnak a megszabadítását. Feltámadása és megdicsőlése pedig megmutatta, hogy éppen az alázata és a kicsinyessége által bizonyult Isten hatalmas fiának.
testvéreink, valljuk meg minket. Hiszek egy Istenben, minden adó Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogadhatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a bokrokra, halhatatlanul feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszen a katolikus anya Szent Egyházat, a szentek közösség, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kérjük testvéreink, a szelíd és alázathoz hívő Jézustól az alázatosság kegyelmét. Add meg egy házat pásztorainak, hogy a tőled kapott szent hatalommal rájuk bizonyán javát szolgálja. Az, hogy a népek vezetői nemzetünk közjavának érdekei mellett fontosnak tartsák az egész világ jólétét és békéjét is. Az, hogy helyes önismerettel értékeljünk magunkat, és ne kívánjunk több megbecsülést, mint amennyit megérdemlünk. Kitüntetésnek tekintsük Isten országában az utolsó helyet is. Kérjük téged, hallgass meg minket! Add, hogy az ifjúság tanulékony lélekkel és szorgalmas munkával készüljön elfoglalni helyét a társadalomban. Kérjük téged, hallgass meg minket! Add, hogy egyházközségünk hívei megtisztult lélekkel és mélységes alázattal járuljon a szent asztalhoz. Kérjük téged, hallgass meg minket! Urunk, adj nekünk szent papokat, akiket látva egyre többen értik meg, hogy téged szolgálni öröm és derű, kedvesség és alázat, szeretet és élet. Add, hogy gyulladjon fel a fiatalok szívében az a lát, amely elvezetheti őket a papi szolgálatba. Urunk és Mesterünk, te földi életedben nem azt akartad, hogy neked szolgáljanak, hanem magadat megalázva vállaltad a mi üdvösségünk szolgálatát. Óvj meg minket, hogy soha el ne bizakodjunk, és segíts, hogy embertársunk javának előmozdításával keresünk tetszésedet, aki ezt is uralkodod mindörökkön örökké.
imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Istennek. Mindig szerette őket. A vacsora közben
kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaték. Ugyanígy kezébe vette a szőlőtő borával telt kenyeret, majd hálát adva odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem-kenyeremnek az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemben. Íme hitünk szent titka.
szándékod szerint békében, és add meg teljesítségét, aki összes uralkodod mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a felelőtt. Engesztelődjünk ki szívből egymással.
mennyei asztalod kenyerével tápláltál minket, Istenünk. Kérünk, hogy a szeretetnek ez a tápláléka erősítse szívünket, hogy testvéreinkben neked szolgáljunk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.